Tisztelendő paptestvérek, kedves diákonusok és a diákonus szentelésre váró testvérek, Krisztusban szeretett testvéreim! Az ősz folyamán Szent Család plébánia atyái mondták, próbálom pontosan idézni őket, az idén nem kell jönnöm Szent Család ünnepére, mert nem esik vasárnapra ez az ünnep. Való igaz, úgy hozza a liturgikus naptár, hogy nem vasárnap, hanem ezen a héten, majd pénteken fogjuk ünnepelni. De egy ilyen ihletettség volt a múltkori alkalommal, hogy legyen itt a két diákonusnak a szentelése azon a szentmisén. Hát talán a Szentlélek maga sugallotta, hogy csak jöjjek el ide Szent Család templomába, és azért is, mert itt biztosan többen lesznek, könnyebben megközelíthető módon, mint a Kalocsára kellett volna eljönnie, akár a kecskeméti, akár a Lajos Mizsai testvéreknek. De ha nincs is Szent Család ünnepe, azért a Szent Család templomnak megvan a szelleme. Így mondták a rómaiak, hogy minden helynek a génius locia, a hely szelleme, az kisugárzik. Hát a Szent Család templomnak kell, hogy kisugározzon a szelleme, még a diákonus szentelésre is. Mert hogy a diákonus szenteléssel egy olyan fokozatát adjuk a papságra készülőknek, amelyben szentségi rangra emelkedik a szolgálat. Hát ha valakik, akkor a Szent Család tagjai voltak az igazi diákónusok és szolgálók. Hát maga a szűzanya így mondta az angyalnak, íme az Úrnak szolgáló leánya, és egész élete Jézus szolgálatából állt. Ugyancsak Szent József az igaz ember. Bár szavát nem halljuk a Szentírásból, és különösebben sokat nem is foglalkozik vele a Szentírás, de megjegyzi, hogy igaz ember volt. És ebben az igaz emberségben a Szentírás teljesebb ismeretében föltárul előttünk a bibliai igaz embernek a tulajdonsága. Mert amikor az Úr Jézus azt mondja, ha nem lesz több igazságotok, a Békés Dalos Szentírás nagyon patinás szóval mondja, nem lesz nagyobb az élet szentségetek, mint a farizeusoké, akkor nem jutok be Isten országába. És mi volt a farizeusoknak az igaz volta, hogy a törvényt a legaprólékosabban akarták teljesíteni. De a legaprólékosabban, ami igen nehéz volt, hiszen 630 törvénynél, 33 törvénynél is több volt a zsidók tórájában, amit nem tudta senki sem végrehajtani. És mégis azt mondja az Úr Jézus, ha nem lesz több életigazságotok, akkor milyen címen mondja Szent Józsefet igaznak Máté evangélista? Mert ő többet tett, mint ami elő volt írva. A szív nagy lelkűségével válaszolt. Elég volt neki csak egy sugallat, ő fogta a gyermeket és anyját. Nem lett volna neki kötelező, már úgysem elfogadni Máriát, hogy gyermeket vár, a zsidó törvények szerint. De akkor is megvolt benne az a nagy lelkűség, ami az igaz emberekre mindig jellemző. Mindig többet tett az előírtnál, úgy, hogy csendes szolgálattal tette. És az Úr Jézus, amikor tanít ilyeneket, hogy ne tudja bal kezed, mit tesz a jobb, akkor biztos, hogy előtte állt nevelő atyának az élete, hogy úgy tette a jót,
hogy nem hivalkodott vele. És maga az Úr Jézus is a szolgálatnak minta példáját nyújtotta már gyerekkorában is. Mert mit olvasunk a 12 éves Jézus története után? Hazament és engedelmeskedett nekik. Édesanyjának és nevelőatyának, az Isten fia engedelmeskedett és szolgált, majd pedig teljesítette az utolsó vacsorán a szolgálatról szóló tanítást azáltal, hogy ő maga megmosta tanítványainak a lábát. Tehát maga a Szent Család is jó példa a szolgálatra, és már ez ott volt az ősegyház hitében, mert így ismerték őket, és akkor, amikor szükségessé vált, hogy az ige hirdetés nagyobb lehetőségeket kapjon, és az apostolokat ne kösse le a karitász, mondanánk mai szóval, az asztalnál lévő szolgálat, akkor kiválasztottak arra alkalmas fiatal embereket, olvassuk az apostolok cselekedetében, hogy jó hírben álló, hittel és szentlélekkel eltelt férfiakat. Jó hírben álló. Nem mindenki előtt álltak jó hírben, hanem a keresztény nép előtt. Mert ma is így van, mindenki előtt nem lehetünk jó hírben. Aki mindenkihez jó, az senkihez sem jó. A keresztény nép körében legyünk jó hírben. És ő úgy volt Szent István diákonus. Hittel teljes férfiút. Mennyire fontos ez a mai időben? Hiszen azért a hívekhez is eljut már az, például a nyugati egyházban, a katolikus egyházban nagyon-nagyon hajlanak arra, hogy feladjanak bizonyos katolikus fontos hitelveket. Már a Szent Atya is azt mondta, nem kell neki még egy evangélikus egyház, van már egy Németországban. Mert már hajlanak erre is, hát aztán nem is akarok másokat mondani, hogy milyen területén nem akarják a katolikus hit igazságait megvallani és megélni. Tehát nagyon fontos az, hogy a mai világban hitünk legyen. Ott járt a püspöki karban egy német püspök, Augsburgi, és ő mondta, hogy a hívek azt mondták neki, hogy püspök úr, maradjon még katolikus embernek. Katolikus hitet vallani nem is olyan könnyű a mai időkben. És ezt kérjük a diákonusoktól, a papoktól és a hívektől. És a Szentlélekkel eltelt férfiú, az már isteni kegyelem. Hogy a Szentlélek olyan adományt adott neki, ami egyszerre bátorrá, okossá, bölcsé, és kitartóvá tette. Ezért olvassuk a Szentírásban, az apostolok cselekedetében a leghosszabb beszédet, ami a Bibliában van. És itt történelmi összefoglaló. El kell olvasni. Mennyire ismerhette az Ószövetségi Szentírást, hogy a pátriarkákat, az Ószövetség személye csak úgy fejből mondta, hogy kik követték egymást, és kik voltak azok, akik az üdvösség történetben azt az utat egyengedték, ami a Messiáshoz vezetett. Tehát lehet azt mondani, hogy biblikus professzor volt a maga módján Szent István diákonus, mert ismerte az Ószövetségi Szentírást, de nem csak úgy ismerte, hogy el tudta mondani verbálisan, hanem annak az értelmét, és mondani valóját is fölismerte. Mert a Szentírás lehet úgy is használni, mint sokszor a szektársok mondják, hogy mi van Izaiás ennyi meg ennyibe, és akkor elmondja. De a Szentírás szelleme szerint kell ismerni, és a szellemét a Szentlélek adja meg, aki inspirálta, sugallotta a Szentírást. Hogy ilyennek kell lenni, hogy a Szentírást így ismerjük, és akkor várhatjuk majd el azt, amit az Úr Jézus megígért, hogy ne gondolkodjatok arról, hogy mit mondtok,
majd abban az órában megmondja a Szentlélek. De ez nem azt jelenti, hogy nem is kell készülni a prédikációkra, mert majd megmondja a Szentlélek. Készülni kell rá. Maga Jézus mondja, hogy olvassátok, tanulmányozzátok a Szentírást. Az tanúságot tesz rólam. Az a föltétele ahhoz, hogy a Szentlélek kellő időben szánkra adja azokat a szavakat, amit akkor éppen mondanunk kell. És olyan bölcsen mondta, hogy ellenségei nem tudtak mit tenni. Csak fogukat vicsorgatták a kínjukba és mérgükbe. És ő az első vértanú, a protomártír, amit kezdettől ünnepeltek. Ezért is van az, hogy karácsony 8-adában nem Jézus története következik a második napon, mondjuk Jézus életéből, hanem ezt az ünnepet tartjuk, mert előbb megvolt az ünneplése, mint magának a karácsonynak az ünneplése. Kezdettől ünnepelte a keresztény nép, és mi magyarok is, hát Szent István királyunk a passzói Szent István vértanúról vette a nevét, hiszen ő vajk volt. Tehát megvolt a keresztény népben a nagy tisztelete Szent István diákonusnak és emlékezete, és azt is fölismerték benne, hogy pontosan úgy viselkedett, mint maga az Úr Jézus a üldözőivel szemben. Imádkozott értük, ellenségeinkért, ellenségeiért. Milyen nagy dolog ez. Szinte ember fölötti, hogy ellenségeért valaki imádkozik. Itt van a nagy háború. Valaki imádkozik az ellenségeiért? Dehogy is. Hát azt mondja, hogy még jobban gyűlöljétek. Még több fegyvert adjatok, és írtsuk ki egymást. Ez egy olyan tulajdonság, olyan erény, ami fölülmúlhatatlan. Ettől magasabb rendű erkölcs vagy etika nincs, aki még ellenségeiért is tud imádkozni. És ezt Jézustól tanulta Szent István diákonus. És szinte ugyanazon szavakkal halt meg, mint Jézus a kereszten. De már életében megtapasztalta, hogy az Úr győzelmet adott neki, mert látta az Atya jobbján állni Jézus Krisztust. És az állás az a győzelem jele, hogy ő a győzelmes Krisztushoz tartozott. Így halt meg, de az ő vére nem hullott hiába, mert, mint tudjuk, Saul, aki a megkövezésénél ott volt, a nemzetek apostolává lett, és ő lett a legnagyobb hittérítője a pogány világnak. Mert a keresztények vére mag. Ma a kereszténységet üldözik. Hála Istennek Magyarországon olyasfajta üldözés, mint sok helyütt a világban nincsen, de azért most is kitartást, bátorságot kíván, olykor még a családban is, hogy kiálljunk hitünk mellett. Ezek a vértanúk élén Szent István diákonussal azt tanítja nekünk, hogy bátornak kell lenni, ki kell állni a hitünkért, és vállalni azt, hogy akár üldözzenek is érte bennünket. Szent István diákonus erre is példa. De miután a szolgálatra választották ki, ezért ebben ugyancsak példát adott nekünk. A szolgálat nem szolgáltatás, mert az mindig pénzért történik, a szolgáltatás. Gondoljunk csak bármiféle szolgáltatásra, ami körülvesz bennünket. A szolgálat, ami önkéntes tud lenni, az egyrészt a legegyetemesebben érthető nyelv, megértik az emberek, másrészt tanúságtétel az emberek előtt, hogy valaki tud jót tenni anélkül, hogy rögtön megjutalmaznák, és megdicsőíti az Atyát, az Istent, a szolgálat. Hát igen, ez volna a mai diákonusoknak is a feladata. Ti, akik
papságra is készültök, de ne felejtsétek el, hogy diákonusok maradtok lélekben és lényeg szerint, ha igaziak vagytok egész életetekbe. Mert még a római pápa is hordozza azt a címet, hogy Isten szolgáinak a szolgája. És régen a pápa, meg még a püspökök is a diákonusi ruhát is fölvették, hogy ne felejtsék el, hogy szolgálniok kell. És éppen a zsinat után a papságnak ezt a nevet adták, hogy a szolgálati papság, az egyetemes általános szolgálókkal és szolgálattal szemben, vagy egyetemes papsággal szemben. Nagy feladatra vállalkoztok, de ebben a vállalkozásban hittel és a Szentlélek kegyelmét kérve kell helytállnatok. És most én azt kérem számotokra, kedves fiaim, hogy sose feledkezzetek meg arról, később sem a papságban, hogy ugyanakkor diákonusok is maradtak. A szolgálattal olykor többet el tudtok majd érni, mint a szóval. De arra is szükség van. Erre is tanít bennünket Szent István diákonus. És a szolgálathoz, a hűséges szolgálathoz nagyon nagy isteni erőre van szükség. Mert egy rövid pillanatra jót tudnak tenni az emberek, de egész életen át kitartóan szolgálatkésznek lenni, az már isteni erény. Hát ezért is, most amikor a Szent Lelket hívjuk, ezt kérjük a szentelendő diákonus testvéreinkre, hogy legyen meg bennük Jézushoz, a Szent Családhoz hasonlóan a szolgálat szelleme, és amikor elvégeznek bármilyen szolgálatot, őszintén tudják mondani azt, hogy nem tettünk mást, csak azt, ami kötelességünk. Amen.